Üdvözlök mindenkit! Ez itt az Alapjogokért Központ Bolondjukból híradója. Párkányi Eszter vagyok, az Alapjogokért Központ elemzője. Itt a vakáció, ezért végigvesszük a gyermekeknek szóló LMBT táborokat, de szó lesz még a mesterséges intelligencia által tartott istentiszteletről, és a nőket szülőgépnek néző kaliforniai demokratákról is. Öveket becsatolni, lássuk most milyen elképesztő ötletekkel álltak elő a progresszív liberálisok. A németországi Nürnbergben protestánsok százai gyűltek össze, hogy részt vegyenek egy istentiszteleten, amelyet a ChatGPT, egy mesterséges intelligencia chatbot vezetett. A mesterséges intelligencia, amelyet egy szakállas fekete férfi avatárja személyesített meg az oltár feletti hatalmas képernyőn, prédikált is a több mint 300 embernek, akik megjelentek a kísérleti evangélikus istentiszteleten. A ruhádat! Add ide a ruhádat, gyorsan! A 40 perces szertartást, beleértve a prédikációt, az imákat és a zenét, a ChatGPT és Jonas Simmerlein, a Bécsi Egyetem teológus-filozófusa alkották meg. Míg egyesek érdekesnek találták a kísérletet, mások úgy érezték, hogy hiányzott belőle az általuk megszokott érzelem és a spiritualitás, mivel a mesterséges intelligencia által generált avatárok kifejezéstelennek tűntek és monoton módon beszéltek. Látlak téged. Az eseményt a technológia és a vallásgyakorlás közötti meccéspontnak tekintették. Az a gondolat, hogy az emberi vallási vezetőket egy rideg, mechanikus entitással helyettesítsék egy szertartás során, engem kifejezetten nyugtalanít. Elsősorban azért, mert nem értem, hogy milyen motivációk állnak egy ilyen lépés mögött. Miért kell a mesterséges intelligenciát a vallás területére is bevinni? A beépítése a vallást, a szertartásokat puszta látványossága vagy technológiai trükké degradálja. Church is important, Stan. Way more important than video games and TV. Ez azzal a kockázattal jár, hogy mindazt, amit szent, lélektelen, gépesített előadásra változtatja. Arról nem is beszélve, hogy mindez a hagyományok elárulása és a hit szentsége elleni támadás. Ez azzal fenyeget, hogy a vallás árucikké válik, és annak gyakorlása pedig egy élettelen szimulációvá silányul, amely nem nyújt vigaszt, értelmet és valódi értékeket. Elengedhetetlen, hogy ellenálljunk a mesterséges intelligencia szakrális terekbe való behatolásának. Ki kell állnunk a hagyományok eróziója és az istentiszteleti dehumanizálása ellen. So say we all! So say we all! Az USA-ban és nálunk is elkezdődött minden iskolás kedvenc időszaka, a nyári vakáció. Ennek megfelelően a szülők nagy odafigyeléssel igyekeznek kiválasztani, hova küldjék táborozni csemetéiket. A Wisconsin Green Bay Egyetem úgy döntött, hogy ezen a nyáron valami igazán fontosra fogja oktatni a 11-14 év közötti, tehát az általános iskola felső tagozatába járó gyerekeket, ezért Pride tábort szerveznek, ahol a gyermekek közösséget építhetnek más LMBTQIA emberekkel és szövetségeseikkel. Tűnés a kertemből. A Pride táborok célja, hogy a tanulók ismerkedjenek és tanuljanak barátaikkal, mélyebb betekintést szerezve a queer történelemről, egészségügyi témákról és jólétről, áll az egyetem weboldalán. Hasonló tábort szervez az Evansville Egyetem is Indianában, ennek keretében a queer vagy identitásukban nem biztos fiatalok és szövetségeseik felfedezhetik valódi önmagukat és gondoskodó, támogató közösséget építhetnek. Fiam, te queer vagy. Nem, Katica. Azonban, ha még ez sem lenne kellően haladó valamely szélső liberális szülőknek, akkor választhatják a transfiatalok egyenlőségi táborát New Englandben. Úgy tűnik, hogy egyes felsőoktatási intézmények magukra vállalták, hogy progresszív programokat erőltessenek a befolyásolható fiatal elmékre. Nem tetszik. Ahelyett, hogy a hagyományos nyári tábori tevékenységre összpontosítanának, amelyek a jellemfejlődést, a csapatmunkát és a fizikai fittséget segítik elő, ezek a táborok az LMBT ideológiába való beavatásra törekednek. Kimerem jelenteni, hogy épp elmélyű szülő, aki jót akar a gyerekének, az tuti nem küldi ilyen helyre a csemetéjét. Ezek a táborok lényegében egy ideológiai napirendet hirdetnek, elmosva a határokat a gyermeki ártatlanság és a felnőttkori identitáspolitika között. Ez felveti a kérdést, hogy az ilyen nyári foglalkozások valóban az érintett gyerekek érdekeit szolgálják-e, hiszen ilyen zsengekorban nem rendelkeznek az érzelmi érettséggel és a kognitív kapacitással ahhoz, hogy ilyesmivel foglalkozzanak. A kérdés költői. A válasz természetesen nem. A szülőknek óvatosnak és megfontoltnak kell lenniük. Olyan táborokat kell választaniuk, amelyek összhangban vannak az értékeikkel és a gyermekeik fejlődését helyezik előtérbe, ahelyett, hogy az identitáspolitika és a megosztó ideológiák világába taszítanák őket.
családoknak otthont adó amerikai külvárosok a fasizmus tártalajai, állítja legfrissebb cikkében a Nation. Bár a világ egyre szélsőségesebb módon fordul a liberális eszmék és értékek felé, ezzel együtt egyre csak nő az azoknak ellenállók száma is. A szerző is így látja ezt, kiemelve a transzneműek elleni növekvő ellenszenvet, amely szerinte leginkább a kisvárosokban és külvárosi területeken talál meghallgatásra és népszerűségre. Felvázolja, hogy a külvárosok a nők felszabadítási és polgárjogi mozgalmaira adott reakciós válaszként jöttek létre, céljuk pedig az volt, hogy a fehér nőket otthon, a fehér férfiakat pedig a munkahelyükön tartsák, miközben megakadályozzák a kommunizmus elterjedését azáltal, hogy különálló családi házakba telepítik az embereket. I'm beginning to smell a big fat commie rat. A szerző úgy gondolja, hogy a külvárosi élet természetéből fakad, hogy minden másságot vagy spontaneitást fenyegetésnek tekintenek az ott élő jellemzően konzervatív emberek. Hiányoznak ugyanis az olyan tiltakozáshoz és a társadalmi szerepvállaláshoz szükséges nyilvános terek, amelyek a nagyvárosokban megvannak. A szuburbanizmus a szerző szerint hiperindividualizmust és biztonságot hirdet, valamint a kényelmet és a nyugalmat helyezi előtérbe a kultúrával és a közösséggel szemben. A cikk szerint ez a felfogás káros, és ahhoz, hogy ez a folyamat visszafordulhasson, az amerikai élet alapvető átszervezésére lenne szükség. Hát a statuálás a lényeg. Amíg ez nem történik meg, a multinacionális vállalatok feladata az, hogy a családok életébe is közvetítsék a sokszínűség és az LMBTQ ideológia iránti elfogadás eszméjét. Megint a fasiszta jelző. Kezd nagyon unalmas lenni. A liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. Le kell szögezni. Az igazság kimondása nem fóbia, nem fasizmus, nem gyűlölet. Lehet, hogy valakinek fáj az igazság, de ez nem változtat a tényeken. Akármennyire nem tetszik a progresszíveknek, a helyzet az, hogy nem bigottság vagy fasizmus azt mondani egy férfinak, hogyha fejen áll, akkor sem lehet nő. A családi kapcsolat alapja pedig a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Tehát az anya nő, az apa férfi. A hagyományos házasság és családmodell védelmezése nem gyűlöletkeltés. Attól, hogy negatív jelzőkkel illetnek, nem lesz igazuk. Ezért sem hagyhatjuk, hogy a hamis megbélyegzésük visszatartson minket attól, hogy megvédjük mindazt, amiről tudjuk, hogy helyes. Az igazság nem gyűlöletkeltő és nem fasiszta. Viszont remélem mindenki felfigyelt arra, mit mond a szerző. Szerinte ezen változtatni kell, és ebben hatalmas szerepet játszanak a multinacionális vállalatok. Mint írja, az ő feladatuk az, hogy letolják a családok torkán a gender ideológiát. És mondjuk már jó ideje, hogy ez a céljuk, de most le is buktatták őket. Kaliforniában egy, a demokrata Caroline Mangivara szenátor által benyújtott javaslat az inkluzivitás és a termékenységi egyenlőség jegyében módosítaná a meddőség fogalmát, így egy orvostani biológiai kategóriából egy, az LMBTQ közösségre írt jogi fogalmat kreálva. A legnagyobb baj az, hogy az elöljáróink még hülyebbek, mint mi vagyunk. Ennek a lényege, hogy így az egyedülálló személyek és a homoszexuális férfi párok számára is fedezné a biztosításuk a bíróságot. El akarják tőlem venni a gyereket, azt akarják, hogy vetessem el. Tehát a liberális javaslat összemosná a homoszexuálisoknak a biológiai törvényekből következő fogamzásképtelenségét a természetes párokat sújtó orvosi meddőség kategóriájával, és rákényszeríteni a biztosítókra, hogy fizessék az érintettek bírói programjait. Nem túl meglepő módon a tervezet óriási felháborodást váltott ki az állam normális szervezetei körében. Annak, hogy egészséges egyedülállók és azonos nemű párok nem tudnak megtermékenyülni, semmi köze a meddőséghez, a biológiához van köze, jelentette ki Greg Burt, a kaliforniai családi tanács igazgatója. Ez a javaslat a biológiai realitások és az LMBTQ közösség vágyai közötti határok elmosását célozza. Megint azt látjuk, hogy a szavakkal és kifejezésekkel játszanak. A meddőség egy olyan orvosi állapot, amely a természetes párokat érinti, akik vágynak a szülőség örömeire, de biológiai akadályokba ütköznek. Ez egy fájdalmas dolog, egy küzdelem, amit nem lehet összehasonlítani azzal, ha valaki a természet törvényei miatt fogamzásképtelen. A hagyományos értékek támadás alatt állnak, mivel a nyugati társadalmak egyre távolabb kerülnek az emberi lét alapvető igazságaitól. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a létezésünket meghatározó biológiai valóságot. Tény, hogy az egészséges egyedülállók és az azonos nemű párok nem tudnak természetes úton teherbe esni, mert ez szembe megy a reprodukció alapvető törvényeivel. Határozottan ki kell állnunk a hagyományos családi struktúrák és a természetes rend védelmében, amely évszázadok óta alakítja társadalmainkat. Ne hagyjuk magunkat befolyásolni a befogadás és az egyenlőség hamis narratívája által, amikor ez az igazság és a józanész rovására megy.
2015-ben sok liberális lakos ünnepelte a michigani Hamtramck városában, hogy településük nemzetközi figyelmet kapott, amiért az Egyesült Államokban elsőként választottak muszlim többségű városi tanácsot. A közelmúltban ugyanezen város liberális lakosai azonban elszomorodva figyelték, ahogy a teljes egészében muszlim vallású és társadalmilag konzervatív városi tanács elfogadott egy jogszabályt, amely tiltja, hogy Pride zászlókat lengethessenek a városi ingatlanokon. Egyes lakosok elárulva érzik magukat, mivel korábban támogatták a muszlim közösséget, amikor az fenyegetésekkel szembesült, most viszont úgy látják, hogy saját jogaik veszélyben vannak. Hamtramckben, a Detroit által körülvett 28 000 lakosú városban, körülbelül egy évszázadon át lengyel és ukrán katolikusok uralták a politikát. 2013-ra azonban demográfiai változás következett be, és a nagyrészt muszlim bangladesi és jemeni bevándorlók kiszorították a fehér kelet-európaiakat, bár a városban továbbra is jelentős számban élnek ezek a csoportok. A muszlim és nem muszlim lakosság között az elmúlt években fellángolt viszálya kulturális különbözőségben gyökerezik. Tavaly például a tanács elfogadott egy rendeletet, amely engedélyezte a háztáji állatáldozatokat, ami természetesen sokkolta a nem muszlim lakosok egy részét. Ki akarná azt látni, hogy a szomszédja a hátsó kertben éppen kecskét áldoz? A kulturális különbségek, amelyeket a város lakói egykor dicsértek, most már nem tűnnek annyira vonzónak. A város lakosai most az általuk félrevezetettségből felkarolt multikulturalizmus következményeit tapasztalhatják meg. Ez is egy elrettentő példa, amely arra figyelmeztet, hogy a kulturális különbségeket nem lehet egyszerűen félresöpörni a befogadás nevében. Mi már rég megmondtuk, de lassan mások is rájönnek, hogy azoknak van igazuk, akik az asszimiláció kihívásaira és a hagyományos értékek megőrzésére hívták fel a figyelmet. Ezért is érthetetlen, hogy miért vették elő ismét az Európai Unióban a migráns kvótákat. Le kell söpörni ezt az abszurd javaslatot az uniós tárgyalóasztalról, a tagállamoknak észhez kell térniük és a határvédelemre összpontosítaniuk. Mindenkinek ez lenne az érdeke. Tanuljanak az amerikai kisváros hibájából. Politikailag korrekt hírszemlénket megtalálhatják a Mondiner felületén. Ha tetszett a videó, iratkozzanak fel a csatornánkra és nyomjanak a csengő ikonra, nehogy lemaradjanak a következő adásról. Kövessék az Alapjogokért Központot a Facebookon és az Instagramon is.